Második rész Oda Buda János király meghalt, a fia csecsemő. A nemzetnek nincsen vezére. Az ország hasonlít most azokhoz a címerekhez, amelyekben egymásra mérgesen ágaskodó griffek nyúlnak a köztük lebegő koronáért. A nemzet gondolkozása meg van zavarodva. Senki se tudja, hogy a pogány török uralmától féljene jobban, vagy pedig a keresztény német uralmától. A német Ferdinánd rákülte Budára az ő vén totya generálisát Roggendorfot. A török császár maga indult el, hogy feltűzze a félholdas zászlót a magyar királyi palotára. Vala pedig akkor az idő 1541. esztendőben.